Kedves nézők, hölgyeim és uraim! Az elmúlt adásokban többször elhangzott az a kitétel, hogy Magyarország zenei nagyhatalom. Aztán arról is nagyon sokat beszéltünk, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskoláról a világ minden tájára ontják a fiatal, tehetségesebb művészeket. Ők elviszik a Pesti Zeneakadémia hírét bárhová a világon, és az ottaniak pedig eljönnek ide tanulni, többek között Japánból, Amerikából és mindenhonnan. Ami azt jelenti, hogy a Budapesti Zeneakadémiának óriási világszerte a respektje. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy nagyon jó az oktatás? Vagy mitől jó egyáltalán a Budapesti Zeneakadémia? Nos, én emlékszem arra, hogy amikor régen konzis voltam, és a konzervatóriumban jártam, rendszeresen naponta eljártunk a Zeneakadémiára, koncertekre. Nap mint nap találkoztunk olyan hatalmasságokkal és olyan tanár egyéniségekkel, élő legendákkal, akik miatt én azt hiszem, hogy ez a bizonyos Pesti Zeneakadémia nagyon jó volt. Például, hogyha a Majakovszki utcai bejáratnál, ami most ugye Király utca, próbáltunk bejutni a Zeneakadémiára, ott rendszeresen egy ilyen kézi hajtású rokkant kocsi állt, akkor pontosan tudtuk, hogy Pernyi Andrásnak vannak órái, vannak előadásai a Zeneakadémián. Később aztán bekerülve a főiskolára engem is tanított egy ilyen élő legenda. Őróla pontosan azt tudtuk, hogy akkor tanít, amikor a főiskolára rengeteg idegen, civil a városból bejött, és ott lézengett az előcsarnokba, és nem tudták, hogy melyik terembe is kell menni. Nos, pontosan tudtuk, hogy ekkor tanít Földes Imre zenetudós, az ő óráira rengetegen jöttek a városból, innen-onnan, mindenhonnan. Nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntöm régi volt tanáromat, Földes Imre zenetudóst itt. Drága tanár úr, most fordult a kocka, ugyanis most te ülsz az én asztalomnál, és én próbálok kérdezni, és hogyha ez nem is kolokvium, vagy nem is valamiféle vizsga, de én szeretnék tőled és rólad sok mindent megtudni, és természetesen a nézők is. Én most hadd utaljak vissza erre a legelső kérdésre, hogy egyáltalán te, mint zeneakadémiai tanár, zenetudós, tudod-e egy picikét objektíve figyelni azt ott történő oktatást, hogy miért jó, miért van tényleg ilyen respektje a Budapesti Zeneakadémiának? Nehéz kérdés egy kolokviumon elsőre, én azt hiszem. Hát azért nehéz kérdés, mert nem nagyon tudjuk, hogy mi történik a szomszéd szobában. Ez nem jó, de mindenki végzi a dolgát, legjobb belátása szerint, nem járunk át a szomszéd szobába megtudni, hogy ott ki mit csinál. Volt egy idő, amikor zeneelmélet tanárok összejöttünk így 2-3 napra, és egymásnak tartottunk előadásokat, az egy nagyon izgalmas időszak volt. Akkor valamit megtudott az ember egy másik tanárnak a koncepciójáról. De ha most megkérdezed, hogy X vagy Y mit csinál, nem tudom. Ha folyóson összetalálkozunk, akkor örülünk egymásnak, és beszélgetünk az élet dolgairól, de nem tudok neked arra válaszolni, hogy most akkor XY tanár mivel foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs egy központi koncepció, aminek alapján a tanítás zajlik, vagy végül is a vezetőség rábízza a tanárokra, hiszen ők zenetudósok, ők koncertező művészek, tehát valószínű, hogy tudásuk legjavát fogják adni, tehát jó az, amit átadnak. Nézd, az alapvető koncepció nyilván az, hogy 4 év alatt, 5 év alatt, inkább 5 év alatt kapjon a zenéről sok-sok információt valaki. És hát ugye mondhatom, hogy a legtöbbünk, gondolom, ugyanazt gondolja, hogy hát tömjük a hallgatókat mindenféle élményekkel, ismeretekkel, hogy 5 év után úgy jöjjön ki a házból, hogy valóban méltón képviselje a magyar zenét külföldön, ugye, amire utaltál is. Hogy... Tényleg lehet azt mondani, hogy egy Budapesti Zeneakadémián sokkal nagyobb az a tudásanyag, sokkal nagyobb az az információ tömeg, amit ti átadtok, mint esetleg valahol külföldön, vagy mondjuk nyugaton?
Nézd, csak ilyen visszajelzésekből tudom, hogy hallgatók, akik elmentek, most nem mondok idegen városokat, külföldi városokat, de azok azt mondják, hogy sokkal többet kaptak itt, mint amit ott adnak, illetve hát remekül megélnek ott abból az ismeretanyagból, tudásanyagból. Ez hangszer oldalról is így van, és elméleti oldalról is, hogy az itteni zenetörténeti, zeneelméleti ismeretek messze-messze meghaladják jó hírű, nagyon jó hírű külföldi zenei intézetek színvonalát. Lehet tudni, hogy miért van ez így? Szóval egy magyar esetleg miért tud többet? Vagy ezt a génjeinkben hordozzuk? Vagy miért? Nézd, azt szokták mondani, hogy egy kis nemzet fiának többet kell tudni, mint egy nagy nemzet fiának. A németek végül is megvannak az ő ismereteikkel, óriási irodalom, óriási zeneirodalom, a franciák is megvannak önmagukkal. Egy kis nép az általában, a magyarra biztos vonatkozik, műveltebb, mert ő nem elégedhet meg azzal, amit a mi irodalmunk és a mi zeneirodalmunk kínál, ami óriási, és én állítom, hogy akár az irodalmunk, akár a zeneirodalmunk bizonyos pillanatokban, hát messze fölveszi a versenyt, és egyenrangú a külföldi akkori művészettel. Ennek ellenére a nyelvünk menthetetlenül ugye elválaszt minket, korlátokat szab. Tehát mi magyarok nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak a magyar irodalmat, és csak a magyar zenét ismerjük, és csak a magyar piktúrát. Nekünk egyszerűen kötelességünk mindenkit ismerni. Tehát mi válogatás nélkül ismerjük a németet, a franciát, az angolt. Talán elmesélhetem, egyszer volt egy hallgató nőm, aki nyáron pesztonkázott Angliába. És egy igazgató gyerekeit kellett bíztetnie meg. Hát egész pici két gyerek volt. És emlékszem, meséli, hogy hát ültek az asztalnál, ettek, ittak minden, és akkor valahogy irodalomra terelődött a szó, és akkor ő ott Osborne-ról beszélt. És ez az angol zeneigazgató egyszerűen nem értette meg, hogy innen a keleti végekről, ugye, valaki jön, egy zene tanárnő, hát ezt ugye tudta, hogy zongorát tanít, illetve hát akkor még diák volt, de hát végül is zongorista volt, hogy ez hogy tud olyant, amit ő nem, mert ő nem tudott Osborne-ról, de ő meg tudott. Ez a lányka, ez a magyar lányka. Úgyhogy azt hiszem, ez eléggé jellemző, hogy mi nekünk muszáj tájékozottabbaknak lenni, mint bárki nagy nemzet gyermekének. Hogyha már egy történetnél tartunk, akkor én is hadd mondjam el, jó néhány évvel ezelőtt Németországban voltam, nem mondom meg, hogy melyik városban. De általában ugye világszerte a zeneoktatás, még hogyha egyetemi szinten is zajlik, akkor az nem zeneakadémia, hanem ez egy bizonyos egyetem, aminek van egy fakultása, és azt zenének nevezik, és ott bizonyos dolgokat tanítanak. És minket elvittek egy speciálisan zeneakadémiára, ahol megmutatták, hogy milyen oktatás zajlik, hogy miket tanítanak, vagy kik tanítanak, és mindenhol óriási reverenciával mutattak be minket, hogy mi a Budapesti Zeneakadémiára jártunk, és jaj, hát, hogy az a Franz Liszt Hochschulát, az egy fantasztikus dolog, és onnan micsoda zongoristák, és micsoda hegedűsök, és micsoda énekesek jönnek ki, és világsztárok, és stb. Stb. És mi úgy rákérdeztünk, hogy és tessék mondani, itt, ebben a városban, ebben a zeneakadémián, ezen a zeneakadémián, melyik az a tanszak, ahonnan a legjobbak jönnek ki? És akkor az igazgató úgy nézett egyet, és azt mondta, hogy a tangóharmonika szak. A tangóharmonika szakról annyi tehetség kerül ki. Na szóval valahogy itt látom ennek ezt a furcsaságát, hogy valóban Németország szerte fontos, hogy tangóharmonikázzanak bizonyos éttermekben. De ezt mi egy picikét úgy olyan fanyaron néztük, és mondtuk, hogy most nevessünk, vagy sírjunk, vagy mit csináljunk ezen, mert valószínű azért egy éttermi muzsikáláshoz nem szükségeltetik akkora zenei anyag tudása. Menjünk tovább. Annak idején, amikor mi bekerültünk a főiskolára,
akkor te nagyon sokat meséltél arról, hogy előzőekben hol tanítottál. Én most még előrébb mennék egy kicsit. Tulajdonképpen hogyan kerültél, tanár úr, te kapcsolatba a zenével? A családod, a szüleid, vagy az előzőek tulajdonképpen muzsikusok voltak? Nem. Édesanyám zongorázott, elég magas fokon, a Fodor zeneiskolába járt. A két világháború között ez volt a legnevezetesebb, leghíresebb magán zeneiskola, ahol nagyon nagy nevű tanárok tanítottak, és ha jól emlékszem, anyám azt mesélte, hogy akadémiai tanárok előtt vizsgáztak. És ő egy olyan körülbelül harmadik éves zeneakadémiai szinten zongorázott, és akkor én hát megszülettem, és akkor abba hagyta a zongorázást. Pontosabban olykor-olykor azért otthon zongorázott. Egy-egy darabot eljátszott. Egy darabra emlékszem, amit játszott, és az megragadott, és talán az első darab volt, ami úgy a fülemben maradt, az egy Debussy darab volt, a prelüdök közül... Kezdetnek nem rossz. Nem. A Debussy prelüd sorozatból az az első ilyet Székesegyház darab. Igen, hullámok, és akkor olyan templomi zene a mélyben, és aztán fönt, felszín, szóval na, ez nagyon megragadott. Azt tudom, hogy én kértem is őt, hogy ugyan már ezt játsszam még egyszer, vagy többször is akár. Másra így nem emlékszem. Hát volt zongora is, hát persze ütöttem a zongorát, csapkodtam itt meg ott. Meg hát olyasmiket csináltam, az emlékem maradt, hogy voltak ilyen nagy kottáink, sok-sok kotta volt. És mondtam, hogy én is fogok tudni zongorázni, hát rém egyszerű, kiteszem a kottát, és csak akkor láttam, hogy olyan számok vannak fölírva, hogy akkor nem tudtam, hogy hogy azok mik azok a számok, csak arra gondoltam, hogy azok a számok, hát várjunk csak, hát 5 számot láttam, hát az 5 új, hát akkor rém egyszerű, ha látok egy egyest, akkor leütöm az egyik billentyűt, ha látok egy kettest, a másodikat, úgyhogy a zeneirodalommal való ismerkedésem így kezdődött, hogy a számok alapján ütöttem a hangokat. Hát igaz, hogy ezek a hangok olyan elég szüken voltak egy-egy helyen, úgyhogy azért kiderült, hogy nem egészen azokat a darabokat játszom, mert az anyám azért többet használt fel a klaviatúrából, de az én úgy ízlelgettem a hangokat, és azt tudom, az nekem nagyon kedves volt. És hát nem tudom, most az, hogy mikor kezdtem komponálni, ezt így nem tudom, de én gondolom ez a zongorázgatás, ez belefutott abba, hogy hát én is ki tudok ott valamit találni. Nem tudom, ebből az időből nekem nincs hangzó élményem, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, hogy ezek milyen színvonalok voltak, ezek a rögtönzések. És utána te gondolom zeneiskolába mentél. Igen, akkor én zeneiskolába kerültem, egy nagyon aranyos, drága néni tanított, Berczel Vera, aki egy hallatlan kultúrált, nagyszerű ember volt, és hát őnála kezdtem a zongora tanulmányokat. Aztán olyan elég egyértelmű volt, hogy én a konzervatóriumba menjek. De pont ezt szeretem volna kérdezni, hogy ez miért volt egyértelmű? Igen. Szóval téged annyira megragadott ez a dolog? Nem. Szóval engem mindig érdekelnek a kezdetek, hogy valaki hogy kerül kapcsolatba a zenével, akkoriban, amikor már megint csak valószínű másfajta zene volt az, amit esetleg kultiváltak, és a nagy tömeg kultivál, akkor egy fiatal ember miért választ valami olyasmit, amit nagyon kevesen csinálnak. Emlékszem? Ugye arra emlékszem, hogy nem csak azokat a darabokat játszottam, ami, hogy úgy mondjam, kötelező volt, hanem már akkor én komponálgattam. És akkor voltak olyan hangversenyek, ilyen házi hangversenyek, a zeneiskolai házi hangversenyek, ahol én a saját darabjaimat is eljátszhattam. És akkor zenei pályára nem emlékszem így, hogy a zenei pálya úgy állt előttem, hogy nekem zenésznek kell lenni. Tehát akkor nem volt az, mint ma, ugye van A tagozat, meg B tagozat, és akit hát beiskoláznak, ugye az ugye egy fölvételi vizsgán kell, hogy részt vegyen. Nem, hanem úgy történt, ha jól emlékszem, hogy a Goldmark zeneiskola, ahova jártam, ott tanított Szelényi István, aki ugyanabban a pillanatban a konzervatóriumnak az igazgatója volt. És ő ott már hallott ezeken a koncerteken tőlem ilyen apró darabokat. Úgyhogy amikor eljött a 14 éves kor, és hogy hát merre,
menjek, akkor Szelényi István javasolta azt, hogy jöjjek én a konzervatóriumba, és ne zongora szakra, hanem ő fölvesz zeneszerzésre, mert ő zeneszerzést tanított ott. Úgyhogy valahogy ez nem úgy volt, hogy én nekem, nem tudom, fölvételeket készülne meg, engem arra késztettek, hanem rémlik nekem, hogy Szelényi mondta azt, hogy hát ő azt javasolja. És akkor hát ez olyan magától értetődő volt, hát jó, hát akkor majd tanulok zeneszerzést, hát addig fogalmam nem volt, hogy mit jelent az, hogy zeneszerzést. Így kerültem a konzervatóriumba, persze, hogy melléktárgyként továbbra is zongorázni kellett tanulnom, és hát végeztem a zeneszerzést, ugye 4 évig, és jártam a zenei gimnáziumba, csodálatos osztályba, fantasztikus társaságban. Hát most mit mondjak, Antal Imre. Igen. Akkor már ugye kimondtam, hogy milyen légkör volt. Ugye, hát egy mulatság volt nekünk, ugye, az a néhány esztendő. Dobszai László, Hamburger Klára, Králik János, Zalán Krisztina, mind zeneművészeti főiskolai tanárok lettek, és hát országos hírű személyiségek, és hát még hányat sorolhatnék föl. Szóval egy fantasztikus osztály volt, elragadó osztály volt, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Mi a 4. B, hát mi úgy éreztük, hogy ilyen osztály nincs több. És nagyszerű tanárok voltak. Meg kell mondanom, hogy annak ellenére, hogy nem nagyon értettek a zenéhez, amit soha nem igazán értettem, a zenetanárok. Nem a zenetanárokra mondom, az iskolai tanárokra. Ja, az iskolai tanárok. Hanem valami olyan kultúrált, nagyszerű emberek voltak, hogy megragadóak voltak. Hát emlékszem, Bíró Sándor, aki aztán egyetemen is tanított történelmet brilliánsan, aztán Bíró Lajos volt osztályfőnökünk, aki mert madácsot tanítani, az 50-es évek elején, amikor hát a tankönyvekből madács hiányzott. Eleve, így van, törölték. És ő ezt ugye merte. Egyébként angolt is tanított, szótára volt, az a Bíró Lajos féle szótára, hosszú időn keresztül, az ő munkája volt. Kiskázmér volt a fizika tanárunk, aki egy tüneményes jelenség volt. Ő fordította le az Einstein könyvet, hogyan lett a fizika nagyhatalom. Szóval ezek jelenségek voltak, ezek olyan emberek voltak, akikre úgy oda kellett figyelni. A matematika tanárunk is egy nagyon szeretetre méltó ember volt. Szóval egy jó garnitúra volt, úgyhogy mi rájuk nagyon szeretettel emlékszünk. Én hadd kérdezek rá erre a zeneszerzésre. Tehát gyakorlatilag te úgy indultál, tanár úr, mint zeneszerző, vagy legalábbis az az egyik lehetséges út. Igen. Ezt későbbiekben te hogyan tudtad kamatoztatni? Vagy úgy gondoltad már akkor, hogy te biztos, hogy zeneszerző leszel, vagy mikor volt az a váltás, amikor azt mondtad, hogy és miért mondtad azt, hogy nem, és inkább tanítasz? Vagy olyan, ez már megint csak nehéz kolokviumi kérdés? Ez nehéz kérdés. Soha nem gondolkoztam azon, hogy mikor diák voltam, azon, hogy én mi leszek. Csak mentad. Ez egy másik világ. Igen. Ma egy diáknak okvetlenül tudnia kell, hogy első pillanatok kezdve tudnia kell, és készülnie el a pályára. Nem. Az egy teljesen más világ volt. Eszembe nem jutott, hogy mit fogok csinálni, mikor kilépek a főiskola kapuján. Szóval azt nem is tudtam, hogy milyen foglalkozás az, hogy úgy mondjam, nem a hivatás, mert azt, ugye az ember tudja, hogy mi az, hogy zeneszerzés. De hogy így foglalkozásképpen mi az, hogy zeneszerzés, sejtelmem volt. És ezen nem is kellett foglalkozni, mert abban az időben az volt, hogy például a főiskola utolsó éveseket behívották egy szobácskába, ahol volt egy vagy két hölgy, aki megkérdezte, hogy hát mit szeretnénk csinálni, ha kilépünk a főiskoláról. És akkor azt úgy följegyezték, és oda befutottak igények. Tehát mi ott, hogy mondjam, erre rábíztuk egy kicsit magunkat, hogy hát majd kapunk mi valamiféle állást. Volt, akinek azt mondták, hogy vidékre kell menni, az akkor nagyon gyakori volt, hogy menjenek vidékre, elsősorban hangszereseket küldtek inkább, de az másokat rossz is. Dolog volt? Mert ma az egyértelműen mindenki attól fázik, hogy jó vidékre elmenjen. Nézd, erre nem tudok egyértelműen válaszolni, volt, aki számára rossz volt, mert elkerült a családjától, ugye egy más környezetbe került, riasztotta azt, hogy vidékre kell menni. Mások viszont meggyökeresedtek vidéken, nekem kiváló barátaim voltak, akik vidéken maradtak. Akik nagyon jól érezték végül magukat, és ott alapozták meg a jövőjüket, mai napig is ott vannak, sőt, esetleg már nyugdíjba is mentek vidéken, tehát nem volt egyértelmű. Na most a zeneszerzőket, a zeneszerző hallgatókat nem küldték vidékre.
az valahogy, meg a karmester talán, szóval ezek egy kicsit olyan elit tanszakok voltak. Hát nem, hát ezekre itt Pesten is szükség lehetett. Úgyhogy mi szépen bekerültünk ott egy listára, és aztán ajánlottak minket. És én azt hiszem, hogy a konzervatóriumban, hogy elkezdtem tanítani, az többek között ennek köszönhető, hogy a konzervatórium is egy kicsit talán visszavárt, és ők is engem kiközvetítettek. Úgyhogy ez másképp volt, mint ma. Mi nem nagyon tudtuk, hogy mi lesz a sorsunk. Mindenki lett valami. Mindenki valahol talált helyet magának. A te első helyed, tehát a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola volt. De az én első helyem, ha jól emlékszem, csak... hát várjál csak, ugye én 60-ban végeztem, igen. Nekem úgy rémlik, hogy én 60-ban az iparművészeti főiskolán kezdtem tanítani, igen. És 61-ben kezdtem a konzervatóriumba. Igen. Te ezekről az iparművészeti főiskolai tanítási napokról, hetekről, vagy arról az egy évről, te annak idején a főiskolán nekünk nagyon sokat meséltél. Miért volt ez annyira emlékezetes? Ez óriási volt. Szóval én nem tudom. Azt szoktam mondani, hogy irigylem magamat, hogy egy ilyen lehetőséget kaptam. Hát nézd, ennek az a története, hogy volt egy tanár, aki tanított minket az utolsó évben a Zeneakadémián, aki tudományos szocializmus tanított, és annak tanított... Annak még volt ilyen. Az volt, igen, ilyen, ilyes volt, ilyen rád is volt, és ő tanított az iparművészeti főiskolán is. És az utolsó évben, valamikor úgy április táján azt mondta nekem, hogy készüljek el, hogy ősztől fogva én fogok tanítani az iparművészeti főiskolán. Hát ránéztem, és mondom, hogy én az iparművészeti, mit fogok én tanítani? És a zenetörténetet. Én zenetörténetet, én nem tudok zenetörténetet, én annyit tudok csak, amennyit ugye valahányan tanultunk zenetörténetet. Nem baj, azt mondja, majd megtanulja. Hát én ezt teljesen komolytalanak vettem, és tényleg azt kell mondanom, hogy ez egy ilyen hóbortos ötlet volt szerintem. És akkor eljött az augusztus vége, kaptam egy telefont, hogy menjünk el az iparművészeti főiskolára, mert konferencia van. Hát nem kívánom senkinek, hogy ezt átélj, ezt az egészen furcsa helyzetet, hogy mit akarnak velem. És akkor egy borzasztó érdekes konferencia volt, én voltam a legfiatalabb, és ott volt még 5-6 tanár. Kiderült, hogy ennek a Kis György nevű tanárnak az volt a koncepciója, hogy bevezetnek az iparművészeti főiskolán egy olyan gyakorlatot, hogy minden évben, szépen tovább a kronológiában, egy időben tanítják a kor irodalmát, művészettörténetét, zenetörténetét, filozófiát és így tovább. Tehát tulajdonképpen azt, amit szerintem mindenki vágyik ilyesmire. Hogy az iskolában egyszer egy időben tanítsák a magyar történelmet és az egyetemes történelmet, és hogy mi van akkor a zenetörténetben, mikor az irodalom, és így tovább, ami persze nincs az iskolában, mert ez nincs. Na hát, ez nagyon izgalmas volt, hát erről én persze előtte semmit nem tudtam, és ott hallottam, és hát nagyon izgalmas. Jézus Mária, mit kell nekem itt majd csinálnom? Hát képzeld el, hogy közölték, hogy első évben el kell jutni Bizáncig. Na most hát én nem tudom, mondjuk a zenehallgató az valószínűleg szelektálja nem éli át igazán, igen. Hogy mi az, hogy Bizáncig, de hát egy muzsikus, hát a bárki muzsikus most megkérnék, hogy ugye képzeljen el egy évet, hogy Bizáncig, hát az egyszerűen el sem tudja képzelni, mit lehet ott csinálni. Elő se vette a hangszerét, úgyhogy... Hát úgy van, igen. Hát ugye Egyiptomról, hát igen. Mit tudunk? Nincs, Mezopotámiáról? De... Ugye mit tudunk? Mit tudunk a régi görögökről? Hát tudunk róla, de hát hangzó zene, ugye csak egész picike adag van. Hát el nem tudtam volna képzelni, mit kell csinálni, és akkor rögtön rám kérdeztek, és illetve mindenkit megkérdeztek, hogy hány órát akar tanítani. Hát a művészettörténet könnyű neki, ugye, mondta, hogy nem tudom, egy héten 6 órát akar, az irodalomtanár is, hát ugye átgondoltam, 4 órát, és akkor mondtak 4 órákat, aztán hozzám került a sor, hát 2 órát gondoltam, hogy hát ez a maximum, hát mit tudok én csinálni 2 óra alatt? És ez volt egy óriási pillanat, mert kiléptem a házból, emlékszem, ősz volt, szépen már hullottak a levelek, nem szálltam fel a villamosra, mert akkor a Zugligeti útról még ment a villamos, igen. És besétáltam a Moszkva térig, és az alatt ki kellett találnom, pontosabban kitaláltam, hogy mit fogok csinálni, én népzenével foglalkozok.
magyar népzenével és külföldi népzenével, hiszen hát ugye mivel fogom kitölteni ezt? A magyar, hát annyi volt a szerencsém, hogy én nagyon szerettem a népdalokat, és nagyon érdekeltek mindig a távoli művészetek, távoli kultúrák. Igaz, hogy semmim nem volt akkor, még emlékszem, hogy magnóm se volt, de hát gondoltam, hogy majd én ennek szépen utána megyek, és már azt hiszem, már ott az úton megfogalmazódott bennem, hogy a népdalokhoz, majd én megmutatom, hogy ezt, nem tudom, Kodály vagy Bartók hogy dolgozta fel. Tehát rögtön kialakult bennem, hogy akkor nem csak azzal fogok foglalkozni, hogy mi volt Bizánc előtt, hanem azzal is, hogy azzal a későbbi korokban mit csináltak azzal a zenével, mondjuk azzal a népdallal. Úgyhogy ez egy óriási pillanat volt, mikor nekem ezt a feladatot kellett ellátnom, és aztán még azt még hadd tegyem hozzá, hogy ugye hát a feladatnak ez csak az első pillanat, hogy mit fogok csinálni, de hogy én nekem mindig úgy kell beszélnem, hogy velem szemben egy másik művészet fia ül, aki nyilván... Erre rá szeretem volna kérdezni. Igen. Aki nyilván kíváncsi arra, hogy az ő művészetével milyen kapcsolatban van a zeneművészet. És akkor én elkezdtem a művészettörténettel foglalkozni, pontosan hát rengeteget olvastam hozzá. Volt, nem említettem, egy csodálatos művészettörténet tanárnőnk, a Balázsica néni, hát ez egy káprázatos jelenség volt. Na, úgyhogy volt bizonyos alapom persze, de hát itt kellett aztán igazán sokat foglalkoznom, főleg a 20. századdal, mert hiszen ők 20. századi emberek voltak, nekik most kellett tervezni bizonyos dolgokat. Na hát ez, hogy rákényszerültem a művészettörténettel úgy foglalkozni, hogy milyen kapcsolata van a zenével. Tehát én mutatok valami zenei jelenséget, akkor tudok-e ahhoz rögtön mutatni példát neki a képzőművészetből? Tehát mit tudom én, sorszerkezet, vagy szimetria, vagy aranymetszet, ugye ezek az elvek. Ezek hogy néznek ki nálunk, meg náluk? Hihetetlenül izgalmas volt. És kiderül, hogy az a heti 2 óra, és az kiderül, már kevés is. Pontosan így van. Egy biztos, hogy sajnos szomorú dolog, az első év végén ezt a gyönyörű koncepciót, ami bevált, mert a tanárok imádták csinálni, a növendékek imádták ezt a rendszert, megbuktatták. És miért? Miért? Azt mondták, az teljesen lehetetlen, hogy a dialektikus és történelmi materializmusról, Marxról csak az 5. évben lenne szó. Mert annak végig kell vonulni 5 éven keresztül. Ezzel buktatták meg a rendszert, én megmaradtam, úgy látszik tetszett, amit csináltak, úgyhogy én 14 éven keresztül ott voltam. És csak azért jöttem el onnan, mert az óra ütközések miatt a Zeneakadémia és az Iparművészeti Főiskola órákat nem tudtam összeegyeztetni. De nagyon bántam, a kapcsolatunk még se szakadt meg egészen, én annak idején egy kórust alapítottam ott, és az a kórus az iparművészetből, vagy iparművészet, igen. És az a kórus föltámadt most a 90-es években. Tényleg? Azok a hajdani növendékeim, akik most az Iparművészeti Főiskolának tanárai, azt mondták, hogy ez teljesen lehetetlenség, hogy nincs kórus, megkértek engem, hogy hát irányítsam őket, úgyhogy egy darabig én csináltam, és most már egy kiváló belső építész, aki zenében is nagyon otthon van, átvállalta. Úgyhogy most van egy iparművészeti főiskolai kórus, ami bizony részt vesz sok-sok mindenféle hát rendezvényen, esküvőkre járnak, meg templomokban énekelnek. És ezt én alapítottam. Na, hát ezt sem gondoltam volna soha, hogy én valaha az iparművészeti főiskolán kórust fogok alapítani. Ezért nagyon örülök ennek. Sajnos nem mondhatom azt, hogy nálunk viszont van képzőművészet. Ami egy képtelenség. Erre gondoltam az előbb, hogy egy zeneművészeti főiskolán ugye akkor van művészettörténet. Én emlékszem, hogy nem volt. Hát így van. 2 vagy 3 évig az én ismeretségem folytán Pészi Giulianát oda csábítottam, mondhatom, és hát oda fogadták, és hát nagyon kiváló órákat tartott. Én is jártam hozzá, amikor csak tudtam, de nincs, most már nincs. Őt se tudták hát megfizetni, mert hát ugye azt tudjuk, hogy fizetik a... Hát akkor, most azért kicsit talán jobb a helyzet, de hát az óradíjak azok változatlanul, csaprivalóak, gyalázatosak. Na, ő csinálta. Viszont én vállaltam át bizonyos fokig egy ilyen részt,
mert ugye arra gondoltam, ha az iparművészeti főiskolán van zene, akkor a zenészeknek miért nincs ugye a vizuális művészetek oktatása. Úgyhogy ma én a zenetörténet oktatásban olyan módon kapcsolom össze ezt a látottakkal, hogy állandóan diákat mutatok, állandóan most már tudok vetíteni, tehát filmeket. Úgyhogy nagy komoly kapcsolat van, úgyhogy úgy is hívom a tárgyat, hogy zene és művelődés történet, kicsit el van persze túlozva a dolog, de mégis akarom azt, hogy igenis egy zenész úgy kerüljön ki, hogy ő tudja azt, hogy ki az a Klimt és ki az a Raffaello. Keresem a kapcsolatokat természetesen, tehát olyan képzőművészeti alkotásokat, amelyek megihlették a zeneszerzőket, mit tudom én, Lisztet éppen a Raffaellónak, mondjuk az Pozalíciója, vagy éppenséggel megint Lisztet a pízai temetőkertnek, ugye a fantasztikus sorozata, amiből aztán a Haláltánc készült. Ezeket természetesen, hát mint alap műveket feltétlenül kérem, hogy ismerjék, de hát az, hogy expresszionizmus és futurizmus és impresszionizmus és nem tudom, reneszánsz, hát tudniuk kell, hogy mi van ebben a világban, mert ez gyönyörű. És nagyon sokan ezt tudják és élvezik, és van egy rész, akinek hát idegen, hát van akinek a zene idegen, hát mit csináljuk? Pláne a Zeneakadémián, igen. De... Ha? Tudod? Talán előfordul ilyesmi is. No, most végül is eljutottunk most a Zeneakadémiáig, hogy te a Zeneművészeti Főiskolán kezdtél tanítani. Én a 70-es évek második felében vagy közepén kapcsolódtam be abba az életbe ott, és tudtam, hogy amikor felvételiztem, hozzád fogok kerülni, mert mi már előzőleg találkoztunk egyszer-kétszer, te csináltál városszerte olyan sorozatokat, hogy egyetemisták zenei fóruma, meg hasonló dolgokat, amelyen én mindegyiken ott tolongtam, mert tudtam, hogy ha Földes Imrével találkozom, ő egy fantasztikus előadó, és ott nagyon jó dolgokat lehet megtudni, szinte meseszerűen és különleges módon. Na, és akkor én felvételeztem a főiskolára, és végül is bekerültem, és borzasztó nagy elánnal álltam neki a zenetörténet tanulásnak. És aztán jöttek a már másod-harmad évesek, és mondták, hogy hújúj, a Földes, ajjaj, hát ott félni kell. Földestől félni kell, mert hát az ő pontrendszere, meg az ő tanítási stílusa, meg... maguk az előadások, de hát az ő számon kérése, na, hát aztán az első fél évben jött, hogy vizsgáztunk Földesből, és mindenki megőrült, és mindenki azt tanulta és hajtotta, és érdekes módon nekem ez valahogy, nem tudom, te tanárok, hogy emlékszel, de nekem ez nagyon jól ment. És én ezekben nagyon jól vizsgáztam, és én ezt nagyon szerettem csinálni. Tudnilik pont azért, mint az előbb is mondtad, te egy olyan fajta tanítási módszert vezettél be, ami én azt hiszem, hogy addig ismeretlen volt. Ez a bizonyos magnós módszer, ez a bizonyos láttatós módszer, tehát mi ott hallgattunk is, zenét, te elmesélted, hogy mi történik abban a zenében, néha vetítettél is, és utána a fél év végén mi körülbelül egy fél év zenei anyagát körülbelül 10 óra hosszában, de megkaptuk, mint egy ilyen kinyermát, és amikor mi elmentünk kolokválni, akkor te valahol a magnót bekapcsoltad, pár pillanatig szólt, és akkor na, mesélj, és mi ez? Szóval ezt te hogyan alakítottad ki? Gondolom, hogy ennek persze sorozata volt, és előzményei voltak, pontosan az Iparművészeti Főiskolán is, és gondolom, hogy amikor te a Zeneakadémiára kerültél, a főiskolára kerültél, akkor ezt még tovább kellett tökéletesítened, és le kellett fordítanod a Zeneművészeti Főiskola nyelvére. Ez iszonyú munka. Nézd, az én zenetörténet tanáraim, akik közül Szőlősi Andrást meg kell neveznem, aki hát nagyszerű zeneszerző és kiváló előadó volt, akinek egyébként köszönhetem azt, hogy a TIT-ben elkezdhettem dolgozni, mert a stafétabotot nekem adta át. Hát pompás órái voltak, és azt hiszem Schuberthez, Schumannhoz például ő vezetett közel, vagy ő hívta föl a figyelmet ezekre a orzeásokra, de ők soha
nem fordítottak arra figyelmet, hogy mi a zenéhez hogy jutunk hozzá. Tehát mi tehát csak beszéltek, ők beszéltek a zenéről, és azt mondták, hogy hát ez természetesen majd ugye tetszenek tudni, az legyen akár Mozart opera, vagy akár Beethoven kvartett, de az, hogy mi azt megkapjuk, vagy valahogy hozzájussunk, azzal ők nem foglalkoztak. Ők azt természetesen találják, hogy találták, hogy mi a, nekünk ezt meg kell ismerni. Igen. Most én, mikor elkezdtem tanítani, rögtön arra gondoltam, hogy hát nekem ez egy őrület volt összegyűjteni, mert hiszen nekem semmi hangzóm nem volt, rádióm volt, de semmi más. Úgyhogy én most szinte nem tudom, hogy hogy történt ez, hogy én ezeket meg kellett ismerjem, hogy hova mentem én, baráthoz mentem, akinek megvolt, vagy a főiskolának volt egy ilyen hangzó tára, hogy onnan. Szóval egyszerűen ezt összeszedni, ez valami hihetetlen nehézségű dolog volt. És én arra gondoltam, hogy hát ahogy vannak ilyen kötelező olvasmányjegyzékek, ugye azok azért voltak. Hát az lehetetlen, hogy egy zenész ne vigye haza, amiből kérem, hogy szíveskedjék számot adni, amit ő ismerjen meg. Úgyhogy első órától, vagy hogy mondjam, első fél évtől kezdve én azt a gyakorlatot csináltam, hogy szalagra fölvettem a zenei anyagokat, arról tanítottam egyébként, és azt a szallagot pedig, hát aki akarta, az vegye át, mindenkinek rendelkezésére bocsátottam. Így aztán kialakult az a gyakorlat, és ez hát ez évről évre szépen finomodott, és gyarapodott persze, hogy minden fél év zenei anyaga az egy ilyen, hát most mondjuk, hogy ma azt mondhatnám, minden fél év körülbelül 10 óra, annál több nem lehet, bármennyire is szeretné az ember. 10 év zenei anyaga, amit én megkívánok, hogy szíveskedjenek ezt megismerni. Na most így kezdődött, na most visszautalok ugye, amit mondtál. Hát persze, hogy az a növendék, aki azt szokta meg addig, hogy egy középiskolában ő állandóan számot ad az ő tudásáról, akár hetenként, akár két hetenként, akár havonként, akár minden órán, a zongora órán, a hegedű órán, az nagyon furcsállotta azt, ami egy ilyen főiskolában, hogy az ember azt mondja az első órán, barátai, maguk azt csinálnak, amit akarnak. Majd januárban vizsgáznak. Igen. Na most hát ugye volt egy része, lehet, hogy te is ezek közé tartoztál, aki első pillanattól kezdve ezt tudván, napról napra szembenéztél azzal, hogy mi van és mi lesz, hozzáolvastál, és nem utolsó pillanatban karácsony táján döbbentél rá arra, hogy te jóisten, hát ezt nem lehet megemészteni. Hát az egy nagy szégyen lenne, hogy egy egyetemi vagy egy főiskolai tárgyat két nap alatt meg lehet tanulni. Hát az nem komoly dolog, egyébként se. Na most hát szakemberekről van szó. És hát olyan kultúrákról, én első pillanatok kezdve tudtam, hogy ugye a népi kultúrák, természeti népek, Ázsia is, és pontosan ugyanúgy része az egyetemes történelemnek, úgyhogy nagyobb hangsúlyt kaptak ezek a diákok által kevésbé ismert területek. Hát ezek kikezdték a egyik másik gyereket, ugye, aki még soha életében, nem tudom, reneszánsz kórusművet nem hallott meg, Masónak a nevét az életében nem hallotta, és akkor most ezt kívánják tőle, hogy ezt ismerje meg, vagy ismerje föl. Szóval én ezt nagyon értem, ezt az oldalt, és mai napig is, hát hogy mondjam, hát nem azt mondom, nem mondhatom ezt, hogy akceptálom, de értem. Teljesen értem, mert ugye az a diák, aki fél évben nem tanul semmit, és akkor a vizsga előtt ugye rádöbben, hogy mi van, az akkor ne csodálkozzunk, hogy szorong és fél. Ugye? Szóval ez van. A tapasztaltam az, hogy a társaság főiskolai növendékek nagyobb többsége, az kiválóan megállja a helyét, így mondhatom, hogy kiválóan. Sajnos van egy alsó tartomány, amivel nem tudok mit kezdeni, amiért én szorongok. Bár van ilyen, hogy a tanár szorong? De annyira van, hogy én egy pszichológus barátommal egyszer beszéltem erről, hogy mit tegyek, mert én ezt nagyon nehezen élem meg, én ezt a saját kudarcomnak érem meg, hogy valakik, hát most így mondom, a vonal alá kerülnek. Azt mondja, de ne haragudj, hát ne te szorongj, hát ők szorongjanak. Na most én ezt értem, de ugyanakkor nagyon fájdalmas nekem, mert nem nagyon értem azt, hogy létezik az, hogy zenész, aki elkötelezett, hogy ennyire ne legyen muzsikus, hogy a hangszerén túl képtelen legyen befogadni olyasmiket, ami a zene egész tartományában, hát oroszlán rész.
Szóval ezt nem tudom fölfogni. Ebbe nem tudok belenyugodni, úgyhogy nagyon örülök akkor, amikor speciál kollégiumot tarthatok, amikor nekem nincs számonkérésem, hanem egyszerűen ott vannak a növendékek. De iszonyodtam még mindig a vizsgáktól. Szóval furcsa, én most már nyugodtan kimondhatom, annak ellenére, hogy komolyan vettem. Mert komolyan vettem, sőt eljátszadoztam vele, hogy mit kérek, miért kérem azt, hogy kérem. Szóval én egy rejtvényt készítettem tulajdonképpen, és ez egy játék volt, ez egy kinyerma volt. Igen. A másik oldalam, hogy én osztályozzak valakit, aki ott ül velem szembe, aki sokkal jobban zongorázik. És én azt osztályozzam le. Szóval kollega, pillanatokon belül kollega lesz, és annak én beírjak egy, most mindegy, hogy hányost, esetleg egy elégtelent, mert nagy ritkán bizony ez is előfordult. Ezt én rémesen utáltam, ez engem kikészített. Úgyhogy vizsgai időszak alatt én pocsékul éreztem magam. Úgyhogy örülök akkor, amikor egy speciál kollégium van, mint ahogy mondom, és nem fogom bánni, ha ezt nem fogom csinálni már ezt a menetrendszerű tanítást, mert előbb-utóbb hát természetesen nem fogom csinálni. Meg fogok szabadulni egy csomó ilyen szorongástól. Hogy mennyire sikeres dolog volt az, amit te ott fél évi, 10 óra hosszágban összeállítottál zenei anyag, arra én vagyok a legjobb példa. Tudnélik, ahogy én lediplomáztam, egyenesen Óbudára kerültem az Árpád gimnáziumba tanítani, mert akkor már ének tanításod körülbelül 3-4 éve nem volt, de semmi. Az órát megtartották, közben a matekra, a fizikára, erre-arra készültünk, de gondolom, hogy előtte is az énekorra nem lehetett olyan komoly dolog. Na mindegy, én oda kerültem, és úgy gondoltam, hogy azt csinálom, hogy mivel énekeltetni a fiúkat nem lehet, mert mutálnak, a lányok röhögnek. Mutálnak és utálnak. És utálnak, és pláne engem utálnak. Ezek után évszámokkal nem lehet bombázni őket, mert épp ott a matematika, meg ilyesmi, azt nem lehet. Történetekkel, tehát magával a zenészek történetével, életükkel nem lehet, mert ott a történelem, tehát nekik az a fontos, és nem az éneklés, meg a zene. Mit volt, mint tenni, zenét hallgattunk, illetve én elvittem azt a bizonyos zenei anyagot, azt a magnós anyagot, és én azt mondtam, hogy eddig nem volt énekóra, nem volt zenetanítás, most mától lesz, én hozok egy ilyen anyagot, én tudom, hogy itt baromi nagy zsivajgás lesz, és nem fognak odafigyelni, de legyenek szívesek, maradjanak csendbe, akit nem érdekel, üljön hátra, írjon, olvasson, én pedig elkezdem ezt tanítani. És ennek az eleje borzasztó érdekes, maga a zene kialakulása, a természeti népek zenéje, a madárfügytől a skalpvadász zenéig, meg a minden volt benne, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ott csönd van. Ott csönd van, ott figyelnek, és néha már eltelt úgy egy-egy óra, hogy rá is kérdeztek, hogy de hát miért van ez így, meg hogy... És akkor kezdtük itt magyarázni ugye vektorokkal, meg egyéb dolgokkal, hogy a pentatónia kialakulása, meg minden. És itt teljesen el voltam ámulva, hogy azt a mindenit, ez a földes anyag, ez fantasztikus, ez csodát csinál, mivel hogy tényleg mi is élveztük, valószínű így hát mások is élvezik. Tudok róla, hogy az országban számos helyen tanítják, erről a szalaganyagról tanítanak, ezt tényleg tudom, és visszajelzéseket is kapok. Hát persze vannak olyanok, akik nyilván azonnal könnyebb zenét lesznek föl ezekre a szalagokra. Mindig azt kell nézni, hogy mindig a pozitív dolgokat kell nézni. És örülök, amit mondtál, mert igen, hát valóban a főiskola elvégzése utánra is gondolok, mert nagyon sokan valószínűleg ugyanolyan helyzetben vannak, mint annak idején én, és hát így el lehet kezdeni a pályát. Ugye, mert így lehet elkezdeni tanítani, lehet klubokat vezetni, ugye, az ifjúságnak meg lehet ismertetni azzal a 60 órával, hát az egész zeneirodalom ott van. Aztán ahhoz, hogy gyűjtsön hozzá, ami az érdeklődési köréhez, meg a pénzéhez, ugye, stimmel, de lényegében ő megkapja az alapját a zenetanításhoz ezeken a szalagokon. Úgy van, ez így van, én nem csak arra gondolok, hogy ott most hogy vizsgázzon, hanem vigye haza a zenetörténetet. Hogy könyvekben ott van a világirodalom, hát azért talán ott van mondjuk a legfontosabbak, hát most a zeneirodalom. Mert bizony nagyon sok minden van azon a szalagon, amit sehonnan nem tud megszerezni senki. Ezek az apró tények, és zenetörténeti különlegességek bizony ezen rajta vannak, kronológikusan és összeszedve. Én azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen mindenkinek tanulságul szolgálhat,
és jó lenne mindenkinek ezt megtanulnia, vagy legalábbis belehallgatnia, mint ahogy te annak idején elindítottál egy sorozatot, a Mindenki Zeneiskoláját. Ez egy rádiós sorozat volt. Milyen jó lenne ezt a televízióban is megcsinálni? Én most azért mondom ezt, mert Földes Imre professzorral ezen a héten mára befejeztük a beszélgetést, de még annyi minden mondani valónk van, hogy kedves nézők, hölgyeim és uraim, ezt a jövő héten, illetve két hét múlva, bocsánat, folytatjuk, és ismét találkozhatunk Földes Imre professzorral. A viszontlátásra várjuk Önöket vissza.